királyné ráparancsolt a vadászra, hogy ölje meg hófehérkét, mert a varázstükre szerint a lány szebb volt nála. A vadász azonban elengedte hófehérkét, aki rémülten elmenekült. Az erdőben ráakadt egy furcsa kis házra. A házban minden nagyon apró volt. Hófehérke csipegetett a tányérokból, aztán mivel annyira elfáradt a menekülésben, lefeküdt aludni. A ház lakói, a törpék örömmel befogadták a lányt, ám a varázstükör ismét hófehérkét nevezte meg a legszebbnek. A gonosz királyné áruhában többször is hófehérke életére tört, míg végül a mérgezett almával sikerrel járt. A törpék az erdőben akarták eltemetni a lányt. Útközben a herceg megállította őket, és szerelmes csókjaitól